Az interneten mozizom, az otthon vár. Nálam a volt kormány, előttem popcorn trál. YouTube sztár, megint melodikat lopkodtál, lopkodtál. Minden negatívat blokkoltál. Sziasztok, a nevem Velsz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. A mai videóban leteszteljük ezt a kis csipi mikrofont, és közben megnézünk pár új underground finomságot. Sajnálatos módon nem szponzorált, úgyhogy nem tudom bemondani a nevét, de hogyha nagyon gatya lesz, akkor persze azért megírom, hogy ez egy forsért, ne vegyetek. Na de gyerekek, nézzünk meg pár újdonságot, amit mostanában jelentett meg is nem mentek akkorát. Természetesen előtte még megnézzük a nap zenéjét. Mostanában nagyon becsicskított a YouTube az elérésemet, letünteti a live-okat a videóimról, értetetlen módon, már írtam nekik, de nem nagyon kaptam választ erre, hogy mi történik, úgyhogy legyetek olyan kedvesek is, nyomjatok egy kommentet, dobjatok egy peace nekem, illetve egy fuckot a YouTube-nak. Szeres vagy temes vagy, ne szólj némán, de ha problémád van velem, az a te problémád. Az első zene, amit letesztelünk, az a Twerk Zone Király Deck. Remélem, hogy jól mondtam ki a nevüket, minden angol tudásomat összeszedtem. Tudjátok, néha vannak ilyen anomáliák, amikor ilyen magyar, de angol nyelvű előadóknak néha furán mondom ki a nevét, mert igazából ők sem tudják, hogy hogy kell. Nem tudok ezzel mit csinálni, de ebben az esetben biztos vagyok benne, hogy nem történik ez meg, és segítségképpen oda is van írva egyébként, hogy 12-es, úgyhogy a honnan a név kérdésre ez egy jó támpont lehet. Felfele menek magamat, keresem, megyek lazán, a szeletben veszem, most miért arra tudj gyere. Ez a Király Deckkel is zsibány lett. Istenem hív kapott, a számlámla íratod. Szerintem nagyon egyben van a cucc, érdekes stílója van a srácnak, jó az ének, jó a rap, igazából nem nagyon lehet beleködni, és nem is nagyon szeretnék, szerintem egy ilyen üdes szín volt így a mai palettán, úgyhogy jó szívvel tudom nektek ajánlani, én kozsói fordulattal élve, nekem ez nagyon átült, gyereke. Keresem még azt, amit tényleg én vagyok. Természetesen minden zenének a linkét megtaláljátok majd a leírásba, és most menjünk tovább, Hoff vannak a bengáli cuccával. Hogy jó kis image track, nem fejtettem meg a világot, de jó a flash, jó a vibe, jó a flow. Mögöttem a brigádom, látod nagy késekkel, a rendőrséggel fenyeget, az ébredj fel. Szemtelen dumák a háttérben, a brigádok, a kések, hogy lehet krumpit pucolni, meg a legkomolyabb húsokat vágni mellé, a legkomolyabb 1.75-ös Coca-Cola-kat inni, gyerekek, ez az élet. Bedobok valamit a grillre, jöhet a pulyka, a marha, a csirke. A legkomolyabb. De viccet félretéve tudom ajánlani a figyelmetekbe, engem amúgy megvert, szerintem tényleg jó kis flash. De Pite feltette a mi van után a legfontosabb kérdést. Szintén egy jó kis flowhozós, felfelé haladós nóta, de egyébként szerintem jók a vibe-ok itt is, úgyhogy nálam simán belefér még. Neked belefér még, neked belefér még, látom valahogy nem vagytok fent a tetején még. Gyerekek, figyelgessétek az embert, mert mindig jókat hoz, én a helyetekben simán feliratkoznék magamra, utána meg persze Pitire is, de egyébként nem akarlak titeket befolyásolni, félreértés ne essék. Mindenki ott tart és ott áll, ahova szánta az ég, nem csak hang kell, lehet kellene a gatyába brick. Optimus Prime, bólót adni nem bűn című trackével megyünk tovább ilyen kis old school flashekben. Képzeld el, ha mindenkinek ugyanolyan lenne a flója, vagy indulna be a nyakad mozgató rugója. Az a baj, hogy túl sok szó van így a szövegében, úgyhogy egy ilyen fél TikTok függőség mellett nehéz lehet ennyi adatot feldolgozni, de hogyha sikerül, akkor eskü tetszeni fog. A végre megérted, hogy szép ez az élet, ez az elmélet. Laza tudsz, ez tényleg kár, hogy ilyeneket már nem nagyon hallgattok, ugye azt tudom javasolni, hogy annak ellenére is, hogy nem nagyon hallgatok ilyet, mégis vannak ilyen formák, akik hozzák a stílus, legalább támogassátok őket egy feliratkozással, vagy igazából bármivel, egy jó szóval, egy jó cselekedettel. 7 milliárd külnek, majd ugyanúgy zenész, felemész, kap egy nész, ha rám ész, testvér. D.T. Frenzy, BG és Replikátor új cuccával fogunk tovább menni, így zárásképpel, mert már eléggé kényes vagyok. Rappiek arra, hogy rappelek, pénz, kurvák, fegyverek, üppemperek, az ütem nem egy kibaszott algoritmus, YouTube egy vele. Masz nélküli kritikus drill, repkednek a rakéták, a rímek, füstöl a Joe, a szó. De nézd, itt egy bráz, vedd a valóság, az úgyis gáz. Jó nagy cigik pattanak ott a videóklipba, az már egyszer biztos, aztán nehogy rásüssék a srácokra, hogy cigarettázak, mert ott az egy rappernek nagyon ciki lenne, hogy mit nem mondjak így a mai világban. Nem eszik a verebek az igazi rappet, beteszem a lemezetek hányul. Mostanában egyébként láthatjátok a srácokat élőben is, de hamarosan jövök egy ilyen puli ajánló videóval, ahol összeszedem nektek
a legjobb bulikat, amiket mostanában láthatók, vagy amikre mostanában elmehettek így Magyarországon, de egyébként, hogy nem maradjak le semmiről, az lenne a legfrankóbb, hogyha tudsz valamiről, akkor ide a videó alá belinkelni nekem kommentben, és akkor biztosan nem marad majd ki ebből a videóból, ami egy-két napon belül érkezik. Úgyhogy ennyi voltam mára, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomogassátok a like gombokat, ágassátok a haveroknak, csatornatagságon keresztül tudtok támogatni, meg szuper köszönet formájában. Remélem mindent elmondtam. Sziasztok, a következő videóban találkozunk. Patintok egy rakétát, megmászott a ranglétre, patintok egy rakétát, de tépül állam a tapétát.